Quinnnak játszott egyébként keresztet, csak bebugolt a spectaten. Én kérek elnézést. Akkor addig egy kis gyors frissítés. Lemaradtok itt az izgalmakról. Hát ez a Spectate továbbra is szánalmas, amit a Blizzard alkotott. Így is van. Coin keresztet volt. De visszatértünk, és most már láthatjátok a meccset. Szóval egy Firefly keresztet, és minden ami jó. Ott van ugye a Vorex és Leroy. Most kirakja a Frottingot itt, az egy kérdés. Valószínűleg ki kell rakni, hát most mire tartogatod? Arra meg lehet egy glyph, és a glyphből keresni valamit, ami megoldja itt a dolgokat, mert kezd nagyon szomorú lenni itt a helyzet Rekitnek. És nem, inkább a fegyverrel kezd el damage-eket bevinni az arcba. Nem üti el. Mondjuk ezt nem szeretem ilyenkor, nem ütöd el, mert úgyse tudod buffolni nagával, mert nincs pirated. Amúgy az a Vulcanic Potion, ez pont jó. Lesz majd erre a sok kis lényre. A Glacial Mysteries az ötödik körbe kirak két szikretet neked. A Flamestrike ugye megoldja a boardot, de arra úgyis ott van a Vulcanic Potion, a Geyser az meg egy ingyen spell. Ez itt mindegyiknek van értelme. Ugye annyira neked nem kell. Szerintem a Glacial Mysteries az egy rossz lap, de én lehet, hogy azt vettem volna ki. Na hát így mindjárt más, hogy felhúztál egy Pirate, kis Pirate-et, és így tudod buffolni a fegyvert. Na akkor most kezdi el a damage-eket Blanky bevérni Rekit arcába, a végtelen mennyiségűt. Ugye ebbe a körbe összesen tud 9-et ütni a fején, ami azért elég jól néz ki. És akkor így a Flamestrike egy helyes döntés volt. Így is van ott a 9 damage. Ami több, mert ugye kijött Patches, szóval 11 damage volt ez a kör. Hát is ilyen Flamestrike. De az a baj, hogy így is elég rosszul állják itt, mert most itt konkrétan 2 off. És a következő kör, hát most ugye Golak a Tar Creeper a play, ami nem rossz. Mert lesz boardod, és ugye lesz tauntod. Szóval még egy darabig életben maradsz, de a szikretek azok sehol sincsenek, sajnos. Dread Corsair, Frotting és Trade. És Captain, és mindent kirak most. Blanky. Erre jöhet majd egy Blizzard következő körben. Más esély nincs. Meteor az nem elég. Itt Blizzard a játék. És utána reménykedsz, hogy nem halsz meg ebbe a körbe. Ugye sok mindentől meghalsz, sajnos. Letrédeled el. Le. Nem. Ez nem elég, egy mana off. De elütti a Vorexet valószínű fejre, hogy utána Leroy-ja befejezze a játékot. Ugye setupolnod kell a Lethal-t, szóval mindenképp el kell ütned a Vorex-et. Ami nincs kint taunt, addig free damage. Na és akkor egy körre van Rekit attól, hogy elveszítse a mérkőzést, és be is. Hát, még nem biztos egyébként, mert kabalisztunk a játékod. És abból keresel egy ice blokkot. Nagyon más esélyed nincsen. Mert ha most boardot takarítasz, az nem elég, mert ugye ott lesz a fegyver, meg a Leroy, meg minden. Szóval itt boardot takarítással nem nyered meg ezt a meccset, azaz nem éled túl.
Szóval kabalisztból kéne megkeresni egy ice blockot, csak a kabalista megre az a baj, hogy... Hát nem sok esély van rá, hogy azt kapod meg. És így Rekit ki fog kapni, ha a Vulcanic Potion-t játssza meg. Bizony. Nem tudhatta, hogy az ellenfélnél Leroy van, természetesen. De ott van nála, és az elég is lesz, és így Blanky 2-1-re vezet. Blanky nagyon agresszív deckeket hozott, ugye a rugóját bannolt a Rekit, szóval... Az is egy agresszív decknek minősül, és a harmadikéket talán egy lock. Lock? Nem, rug... Ja, hogy Priestje volt, és az bannolt, és akkor a rugó maradt, szóval még egy tempó. Tempó deck, hát akkor... egy midrange paladin, egy pirate war, és egy tempó rugó. Hát ezek pont nem jók. Ugye a mage-nek. De reméljük a legjobbakat, meg a jó kezdőkezet. Frostbolt. Frostbolt marad, Dark Reaper biztos, hogy marad. Intellectet azt... Ezt le lehet keverni, mert Arcanologistot akarsz inkább. De még azt mondom, azt is megtarthatja. De itt annyira kéne a megoldás, hogy szerintem Arcanologistot keres, és ezért Intellect is marad, vagy megy. Túloldalon mindent keverünk. És tartotta az Intellectet. Hát jó. Túloldalom, hát ott minden dobni kell. Az nem az a kezdőkéz, amivel szeretné játszani. Közben Rekidnek kiderült, hogy a mage ugye kazakuszos mage. Reno nélkül a Reno mage. És tartotta az Essa-t meg a backstab-et is. Wow, nem tudom. Backstab-et én nem tartottam volna ezzel a mage ellen, de... Hát jó. Ugye a kazakuszos mage-nél kicsi az esélye, hogy olyan lapokat kéne megoldani, ami nem a Doomsayer. A Doomsayer meg úgyse fogod megoldani. Nem koinolja ki a Dark Reaper-t, amit ugye most jó lett volna backstab-e szájra. Akkor egy üres esze. Nem tudom, hogy Blanky tudja, hogy pontosan milyen mage ellen játszik. Hát, ez Frostbolt. Más nagyon nem, nincs értelme játszani ebben a körben. Most Dark Reaper az... Jó. Jó, manába jobban használtak ki természetesen, de most... Ezt meg lehet oldani elég egyszerűen. Ugye ott lesz a backstab, a deckhand, minden. Akkor valószínűleg következő kör lesz ugye a Frostbolt ping. Így most kicsit több damage-et kapod be az arcába Rekit. Jó, hát neki nem számít ennyit az élet, akkor oké. Okay. És így most lesz jobb ping target, mint ugye a Patches. Viszont elég low HP-ra kerül. 19. De ahogy látjuk, nincsen follow-up Blankinél, szóval 5. kör nincs. 6. kör lesz majd, amit ki tud játszani. Ez egy jó hír nekünk. Na most húzott egy swash-t, ami úgy okés, de még mindig nem az igazi. De hát, ha így smashből kapsz egy jó lényt, tehát az mindjárt más. Az éneket nem kommentálom. Ennek semmi értelme, mert úgyis látjátok, hogy húzott egy top decket, amit ki tudott játszani, és utána abból kapott egy lényt, amit szintén ki tudott játszani tempóra. És a 4-5-4 az nem olyan rossz. Na hát Kazakuszból meg kell keresni itt a jó lényeket. Kivett az egy manást, ugye a két damage mindenre jó, és most meg kéne keresni a... Nem találta meg.
a két damage-et a single targetre, vagy hármat sebez talán az egymanás poti. Armort vett ki? Summon a friendit. Mi halt meg eddig? A Tar Creeper. Ez egy okés. Mondjuk pont meg tudják oldani Mirror Image, Vice Spine, Face, Trade a 3-1-en. És akkor már csak 12-ben élsz. És onnan kéne valahogy visszakapaszkodnod. Ugye ez ilyen bomberes rugó ellen, ez nem olyan egyszerű. Hát a Blizzard az fix, és nem tudsz más csinálni, meg kell oldanod a boardot. Lehet Coin Flames-re, de valószínűleg Coin a Jane-át akarod majd inkább kirakni. De Rekit amúgy most kezd jól állni, mert ugye a rugónak nincs laphúzása. És most ez Blizzardozza ezt a boardot, utána tud egy Polymorph pinget következő körre a Kernen, és utána jött a Coin Jane-a. És úgy elég jól áll akkor, mert lesz 5 armor, lesz egy elementál, utána hogyha folyamatosan tud elementálokat. Oké, a Bombert körbe játszotta. Ami egyébként érkezett volna, Rekita jövőbe látó. Na és akkor innen kezd izgibb lenni a dolog. Most azon gondolkozik, hogy pingeljen-e, vagy doomsayerezzen, de a doomsayer jobbnak tűnik, mert az... Pontosan, mert az ugye jól működik a bomber ellen. Nem lehet mit csinálni. Most nem lehet semmit kijátszani ebből a kézből, szerencsére. És Rekit nagyon jó kalkulált. Ugye ez a Lich King-es verzió... Ezt kicsit korábban kitalálták, ugye a... Ázsiai bajnokságot nyerte meg vele? Ike. Na hát akkor most lehet rakni a dolgokat. Intellect, Courier. Intellectből keresni kell valami blokkszerű dolgot. Nem sikerült. Egy Water Rally, vagy... Egy Water Rally jön. És az a baj, a Lich King-re nincs megoldás. Lehet amúgy Jane-át is beleütni a 3-6-ot, csak azért, hogy fagyasztva legyen. És utána valahogy megoldani majd. Ez nem is tűnik rossznak, ugye híre rajtad a elementál, kapsz még egyet. És utána meg tudod oldani mindenképp Blizzarddal, ami kijön. Lény, ugye? Mert akkor fagyasztod a bordot, és ez ugye 2 HP-ra le tudod ütni. Jónak tűnik egyelőre így. Mondjuk 2 lapot kap Lich Kingből, de egyik sem mondjuk egy Death Coil, ami nagyon fájna. Most kirakhat egy Edwin-t. Ugye SI Shadow Step, mondjuk SI Edwin. Army of the Dead az... Hát megnézzük, hogy mit idéz meg. Ohó! Hát ez minőségi volt, mit nem mondjak. Hát... Always lucky. Hát ez gusztustalan volt. De nem baj, mert Blizzardból tud majd. Elementálokat kapni. Csak utána lesz nagyon nagy probléma, hogy hogy oldja meg ezt a boardot. Azon kívül, hogy sehogy. Ott egy Death Grip. Ja, hát az fix, hogy golakkal lesz, Blizzard lesz és ping lesz, és kapni fog majd egy elementált még. Vagy kurierezik és... Vagy Blizzardat. Thanos-szal. Az a baj, nem 4-et sebeznek a dolgok. Hát Golakkát betartja későbbre. Hát a borstabilizálás megtörtént, de azért ez gusztustalan volt továbbra, és ez az Army of the Dead. Szóval ezt így nem tudom ki találta ki. De az elmehet kapálni. Na mit lop belőle? Hát ez nem egy minőségi lap. Egyik legjobbat lopta erre itt szemszögéből. És jönnek is a lények, de...
És a Blankinek már az a baja, hogy folyamatosan kapja a healt, ugye rekit az elementálokból. És egy Meteor is ott van. Nem tűnik rossznak az, hogy meteorozik ide, megöli ezt a kettőt, Golakkával megeszi ezt. Sőt, még jobb, igen, a Golakkával megeszi, és utána lesz Meteor. Szintén ide, és utána tud jól trédelni a 3-6-tal, és most már a hílek végtelenek ugye a elementálok miatt. Rekit nagyon szépen visszajött a meccsbe, pedig az Army of the Dead az nagyon csúnya volt. Lehet, hogy legjobb. Csak lényt kapott belőle, hát az a legjobb mindig. De ezt a meccset én nem most már Rakitnek adom. Courierből kaphat majd egy jó lapot, amit ő dönte. Van a Barrier, az plusz 8 heal. Van a Geist, ami ugye eltünteti a Cold Bloodokat. Nem érzem ezt akkora veszélynek, hogy ez a rúgó meg fogja ölni. Ugye kaphat még egy elementát majd. Hát az biztos, hogy elementát azt itt megszerzed, azzal kezdesz, szóval a ping az fix ebbe a körbe. Szerintem a Courier is fix lesz, mert kell a lap neked. Vagy Geist ezzel is manövörmezel. Akarsz elementált ebben a körben, mert az fenyegetés. Azzal, hogy healt ad. Na mi az, amit ki lehet venni? Hát egy Pain, az nem rossz. Le tudod szedni vele a 3-3-at, és akkor így lehet Manoeuvre Barrier, vagy Manoeuvre Pain. Manoeuvre Pain az jónak tűnik, nem lesz kén lény. De inkább a Acolyte-ot és a Pain-t játsza meg. Hát azok így tök jó kombó 10 damage-el, csak az még nagyon messze van attól, hogy megölje, és így fel is adta Blank, és Rekit nagyon szépen egyenlít. Ez megér egy széket. Kettő. Az izgalmak a tetőfokára hágnak, ahogy elérkezünk a Blanky versus Rekit utolsó meccséhez, ahol Rekit Jade, vagy Big Jade druidája, és a tempó rugó néz farkas szemet egymással. Na nézzük, mi van a túloldalon. Hát a Vicepine Leroy az nem egy olyan dolog, amit a kezedbe szeretnél látni, viszont itt van ramp és van rat is. Ami elég jónak tűnik. És lehet is rampelni. Csak a Captain into Captain lesz majd nagyon problémás, hogy azt, amit tudsz kezdeni. Most meg tudod oldani ugye vrattal és Hero Powerrel a két lényt. Ami így okénak tűnik, mert utána tudsz rempelni. És ezt meg is kell játszanod. És utána ott van a Spreading Plague. Ez a meccs megint jónak néz ki Rekit szemszögéből, mert... Mert most ötödik körre tudsz Nur is hozni. Rampelsz egy szép nagyot. Utána jöhetnek majd a Spreading Plague-ek, ha valami probléma lenne. Az ingyenes damage-et beviszed a Firefly-ba, szóval a következő körbe le tudod ütni Hero Power-el akár. Szóval nem tűnik ez rossznak. Ott a Kuna tudja refresh-elni a kristályokat.
Na, hát most Mediv üresbe, az úgy elég jó. Mediv into Plague, kapsz egy ingyenes hatmonást, jobb se kell neked. Most nem tudja megölni Medivet, ugye nincsen ott a bármi kombó a Slayerre. Szóval egyelőre ezt a Medivet valahogy le kell tradeni, és bele kell ütni mindent. Vagy elmész face-re. De azzal nem jársz jól, mert ugye jön a Plague, ezt mi tudjuk. Kun az egyébként nagyon-nagyon-nagyon veszélyes esetekben ugye armort is tud adni. Szóval az azért 10-et heal-el rajtad. Na, hát... Hát a damage-eket kiosztják. Kilenc, 12, 13, ugye 9-be fog élni Rekit, viszont lesz egy Plague, ami csodálatos. És ugye 6 maráért kaphat mondjuk egy Sunwalkert, amivel azért elégedett lehet. Egyet trédet, hogy a Leroy-jal ne lesen könnyen elbánni. Hát a kis 1 per 1-et el kell ütni. Valamelyik 3-3-on, vagy a Leroy-on. És ugye a Plague-ből ugye több taunt fog érkezni. És ott egy taunt, gyönyörű. Igen, hát a Sunwalker, a Jade Behemoth, ezek mind-mind nagyon jók voltak. És egy közepes 3-3. Ezt... Én is értem, hogy miért nem a 3-3-on ütött el, mert... Úgyis a Leroy-t kellett trédelni. Van kint 3 taunt, és ugye most már lehet a... Kunnal játszadozni. Szóval a Rekétnek minden esélye megvan arra, hogy ezt a meccset is behúzza, pedig szerintem ez egy tempórugónak simán favored meccsap. De elég jó volt megoldás ott a Captain az elején, utána volt Spreading Plague. Oké, hát az Innervit az arra jó, hogy kombózzon a dolgokkal, de ez még egy okés lap, amit talált. Kéne egy swipe-ot húzni még, akkor lenne igazán teljes a történet. Hát swipe nincs, viszont... Lehet Ayachant, lehet Jade Spiritet játszani, lehet Fandrát játszani. Most a Kunt azt nem tudom, hogy el kell nyomni ebbe a körbe. Vagy inkább betartod a Kunt arra, hogy hát ha armorra lesz szükséged, és akkor inkább csak egy Aya Jade Spiritet játszol. Na hát itt... Fandral Aya... Vagy Fandral Jade Spirit Hero Power. Fandral Aya-t választotta. És az 1-5... És 1-1-je letrédeli ugye a nagyobb lényt. És még el is üti a fegyvert, hogy ne maradjon a Bombernek target. Ez így jó volt. Nem kell nagyon félni attól, hogy meghalsz a kézből, mert ugye kiment a Leroy. Cold Bloodok ugye így nem annyira értékesek már a deckben. Kéne azért Rekitnek még valami. Nagyon-nagyon fontos egy jó top deck. Egy Nourish-nak most nagyon örülne szerintem. Azzal szinte fixen. Fixen megnyeri a meccset. Na, Jade Behemoth-tal is kiegyezek. Ugye a Kun az így most 10 armor és 10 mana, szóval ez így elég jó tempó. És hogy ott van a Behemoth.
ami megpecsételi a rugó sorsát. És Rekit így... így behúzza ezt a mérkőzést. Hát azért megköszöni a részvételt Blankinek, és így... magyarok elképesztő formában száguldanak a top 8-ba, hiszen a tegnapi győztes Carzót Steve kiejtette rögtön a második körben. A második helyezett Ray MBG-t is magyar ejtette ki. És most a harmadik helyzet Blankit is magyar ejti ki. Szóval innen már tényleg... tényleg nincs megállás, hogy most egy magyar... magyart ünnepeljünk. A második kvalifikáció trónján. Valószínűleg magyar házi döntő lesz, ha így folytatják a srácok. És a tegnapi szereplés után, ahol csak Fabre jutott a legjobb 16-ba most. Ugye 6 magyar is itt volt, és a legjobb 8-ba is most már. Fixen 2 magyar lesz, hiszen Rekit bekerül. És ugye a Fabre Steve French match győztese is már biztos, hogy ott van. Sőt, ők már azt hiszem 8-ba vannak. Kicsit frissítem itt a dolgokat. Hát bizony, hát a legjobb 8-ba vannak már a Steve French Fabre, szóval van egy biztos elődöntős magyarunk. Na, gratulálunk nekik. És velük folytatjuk majd. Ezt a meccset ugye így Rekit behúzta. Gratulálunk neki. 3-2-re. Kiegyensúlyozottan, szép játék.